A legutóbbi felmérések szerint 2001 és 2010 között 1747 csecsemő született Down-szindrómával Magyarországon. Ez a szám ma jelenleg a 10 000-et is elérheti. A kórkép a világon a leggyakoribb genetikai rendellenesség. Az okozója kromoszóma hiba, vagyis a 21-es kromoszóma hibás osztódása, ami enyhe vagy közepesen súlyos értelmi fogyatékossággal és testi rendellenességgel társul. A Rejtett Kincsek Down Egyesülete 1998-ban jött létre Nyíregyházán. Munkatársai 20 éve ugyanazért a célért küzdenek, a társadalmi befogadásért. Az egyesület számára most nagy lehetőség nyílt, az Önválaszt Mi Segítünk kezdeményezésnek köszönhetően egy új projekt megvalósítását tűzték ki célul. A mi programunk az arról szól, hogy szeretnénk 10 iskolai osztályt, azaz kb. 300 gyereket a Csodavár Nyíregyházába invitálni, ahol fogyatékossággal élő gyerekekkel közösen játszhatnak. Ez 10 különböző foglalkozás, 10 különböző csoporttal, akár a tipikus fejlődés oldalon, akár a fogyatékossággal élők részéről. És hát azt várjuk, hogy ezek az iskolás gyerekek, akik amúgy nem nagyon találkoznak az életben fogyatékossággal élő gyerekekkel, valamilyen szintű készséget fognak, vagy rálátást fognak arra kapni, hogy hogyan érdemes kommunikálni, hogyan érdemes együtt gondolkodni egy értelmi fogyatékossággal élő gyerekkel. Az Önválaszt Mi Segítünk program már 4. alkalommal indul el Magyarországon. Az egyik nagy multinacionális bevásárlólánc Magyarországon 183 civil szervezetnek összesen 42.700.000 forintot adományoz, így támogatva a helyi közösségek számára fontos projekteket. A megyében 3 egyesület pályázott. Ez 4 országban zajlik egy időben. A programnak a lényege az, hogy helyi civil szervezeteket, alapítványokat akarunk támogatni. Mind a 3 civil szervezet részesül nyereménybe, ha lehet ezt így mondani. Az első helyezett, aki 4 héten keresztül a legtöbb szavazatot viszi el, 400.000 forint támogatást kap Tesco-tól, a második helyezett 200.000-et, a harmadik helyezett pedig 100.000 forinttal gazdagodhat, és költheti el hasznosan a civil szervezet, illetve az alapítványon belül. A vásárlók tranzakciónként egy zsetont kapnak a pénztárnál, melyet az általuk kiválasztott urna egyikébe kell bedobni, így hozzásegítve a szervezeteket a nyeremények sorrendjéhez.